És már itt is vagyunk pontosan, egy kis hangot is adunk magunkra. Kisúr, illetve jó magam, Buci leszünk ezen a második mérkőzésen a kommentátorok, de rögtön adom is már a képet, ugyanis a választási és tiltási fázisba érkezünk. A Flash Wolves az, aki 1-0-ra megy eddig a BO 5-ös szériában, tehát 3 darab győzelemig tart ez a meccs sorozat. És a Flash Wolves eddig Gangplanket, Kennent kitiltotta, tehát abszolút a felső ösvényre fókuszál, míg a Unicorns of Love Syndrát és Karmát tiltott eddig. Igen, és Csacsi ellen az a Poppy tiltás, az is Csacsi ellen érkezik főleg, tehát MMD feláldozta magát úgymond azért, hogy Csacsi ne kapassa meg azt a karaktert, viszont bennmaradt még Ash, bennmaradt még Aurelion Sol, és még Olaf is ott van, és ugye most a Unicorns of Love a piros oldalon van. Tehát döntenie kell, hogy mi az, amit bent hagynak, és azt valószínűleg el fogja hozni a Flash Wolves első választásként, és Tam Kench az, akit kitiltanak, ez mondjuk nem egy rossz döntés, viszont így bennmaradt Ryze, és erre Maple egyből lecsapott. A legsok Ryze játékot láthattunk a világbajnokságon, még egyszer elmondjuk. Egyrészt parancsok is léteznek, áradmányák, azzal meg lehet nézni, hogy ki hogy állt, vagy milyen mérkőzések voltak ma, illetve a menetrend parancsal azt is meg tudjátok nézni, hogy mi lesz. Még hát nem árulok el, vagy nem árulok túl a zsákban macskát, hogyha ez a döntő, ami ki is van, így valami B-volt összérjában, ezek lesznek az utolsó mérkőzések ma, illetve a patch parancsal pedig azt tudjátok majd meg, hogy 6.21-ben játszanak még itt a játékosok az Intel Extreme Masters Oaklandi állomásán, és ez viszont egy érdekes választás. Elérhető volt az Olaf, elérhető volt a Nidali, elérhető volt Elise. Temérdekmennyiség olyan dzsungeles hős, aki valahol magasabb tírbe tartozik a 6.21-ben még, mint Rek'Sai. Ugye ez már a Rek'Sai gyengítés utáni frissítés. Viszont egyrészt Move szeretett Rek'Sai-ozni régen, amikor még nagyon metaként élt a királynő, a dzsungel egyik királynője. De itt én úgy gondolom, hogy van valami iszonyat koncepció most a Unicorns of Love-nál, hogy miért kell elhozni az első kettő választás jogaként. Egyrészt Veritasnak a Jhint, ez teljesen érthető, másrészt Move-nak a Rek'Sai-t. Igen, én nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit fog építeni annak a Rek'Sai-nak, mert ugye a gyengítések óta hát nem igazán látunk nagyobb tornákon Rek'Sai-t. Az biztos viszont már, hogy a Flash Wolves és egyben Karsa Olafozni fog. Tehát két tankosabb dzsungelesnek lehetünk szemtanúi. És hát Maple pedig elválasztott a Double Rednek azt az est, amivel hát majd tökéletesen lehet megállítani a Jhinnek a végső képességét. És ott van Hillisongnál megint a párd. Azért most már annyira nem volt magabiztos ezzel a hőssel, és kíváncsi vagyok, hogy mit fog ezzel művelni, mert mondjuk egy Jhin ellen tökéletes választás lett volna, de hogy így együtt hogy fognak szuperálni, az majd most ki fog derülni. Középső ősülen megvan ugye a hősünk Ixal kezébe, Cassiopeia jön, tehát a Unicorns of Love, ha már 3 karaktert kitiltottak Csacsi ellen, szeretné tudni, hogy mivel kell majd szembenéznie a magyar felsősvény játékosnak. MMD milyen karakterrel fog érkezni majd? Esetlegesen eljöhet egy Echo-val, amivel ma már játszott, méghozzá a második mérkőzésen a Longzhu Gaming ellen, és elég jól teljesített vele. Most egyelőre van még 4 másodperc, illetve már annyi sem, hogy kiválasszák a végső hősöket, és végül elválaszt Sword Art a Zyra-ról, és Szék pedig adja a tanácsokat a háttérből. Így viszont egy Thresh, illetve egy Ash. Thresh, érted? Na mindegy, egy alsó ösvény fog majd a Flash Wolves oldaláról érkezni, felül Repedig, MMD kezei közé Echo érkezik, és akkor lehet, hogy azt mondja Csacsi, hogy felviszem ismételten topra Cassiopeiát, és akkor jöjjön Kassadin Ixalhoz. Wow! Nem tartom igazából valószínűleg. A Flash Wolvesnál pedig... Hát igen, működött a top Cassio, tehát hogy így... Csak azt a pointenged meg, hogy a trashes van a
Flashes. A Flash Wolves-nál. Mm-hmm. Na, az viszont azoknál az már inkább egy vállalható választás, és egyébként MMD játszott már ezzel a karakterrel a Flash Wolves-nak az első mérkőzésén, és hát Csacsinak is azért ismerjük a Gnar játékát, úgyhogy nagyon jó választásnak tűnik. Ugye elválasztották tőle Kennen, Poppy sem volt, Trundle viszont nem biztos, hogy ebben a kompozícióban a legjobb választás lett volna, az a Gnar viszont az nekem tetszik. Abszolút. Egyrészt az, hogy a távolságot tudja tartani mind az időbandi távval szemben, mind pedig azért távolról, amíg kicsi Gnar formában van az ösvényen, addig azért tud úgy farmolgatni, hogy a jelzőket is gyűjtögessen, nem csak Echo-nak, hanem majd Gnarnak is kell ezekre odafigyelni a bónusz sebzés érdekében. Úgyhogy most megnézhetjük, hogy Csacsi ezzel a hőssel mire lesz képes, és tényleg így jóformán ugye három tiltást, egy választást vettek el tőle, tehát négy olyan felsősvényes karaktert. Kire gondolsz? Hát ugye három, hát ugye Echo-t, tehát hogy azt is hamarabb választották, tehát hogy összességében négy felsősvényt hoztak el, és így maradt kvázi ez a Gnar. És ezért van már így bőven tankja és tankossága a Unicorns of Lab-nak, főleg, hogyha meg a Gnar formában érkezik Csacsi. Rettentő fontos lesz majd a teleport használata, illetve az, hogy mikor, mennyi dühe van. A és hogyha azzal jól tud érkezni, akkor én úgy gondolom, hogy az a CC mennyiség, amivel ismételten rendelkezik a Unicorns of Love, megállíthatja. A Flash Wolves ugyanis még ez egy BO 5-ös széria, egy meccs ment le, semmi sincsen elveszve, és ahogy beszélgettük itt a szünetbe, a Unicorns of Love nem mindig az első mérkőzéseken tud a legjobban teljesíteni, bár az előző mérkőzés elég sokáig, azt kell, hogy mondjam, hogy egy kiélezett harc volt. Igen, és ezt várom ettől a pár harctól. Azt nem mondom, hogy 5 mérkőzés lesz. Lehet, hogy most egy óriási Unicorns of Love feltámadást fogunk látni, és 3 meccset így zsinórba behúznak, de azért ők képesek arra is, hogy mondjuk egy második vereség után hát a harmadik meccsre már annyira fejben nincsenek oda koncentrálva, de azért itt nagy a tét. Tehát pénz és kijutás is Katowicére, úgyhogy oda fogják tenni magukat, legalábbis remélem, és rögtön egy szünettel. Igen, azt érzem én is, hogy egy kis szünet az, amivel kezdik, valószínűleg ezért nem kaptuk még meg az idézők szurdokába való betöltésnek a képét. De na, már nem ismerik mutatni, hogy szünet van. Lehetem, de attól függetlenül a Unicorns of Love alsősvény párosa, ugye Veritas és Hillisang mind a ketten megtisztították a szemüvegüket, és most már tisztán fognak látni. Egy megtisztulást így biztos hoztak. Egy esélyben, pontosan, de itt vagyunk már, csak 10 másodperc telt el, és beérkeztünk a második mérkőzésbe, a döntőbe. Intel Extreme Master Oaklandi állomásának döntőjét láthatjátok most a Flash Wolves az LMS régiójából, a kék oldalon, illetve a Unicorns of Love az EULCS régióból a piros oldalon játszik a BO5-ös széria második mérkőzésén. Azért az a Flash Wolves alsősvény páros az úgy nagyon kemény lesz. Tehát a Thresh-el és egyébként még az Ash-nek a kristálynyilvesszőjével is hát kellemetlen ellenfele lesz. És igazából én már várnék Hillisangtól valami másik karaktert is. Persze tök jól játszik azzal a bárdal, meg működik, de azért nem biztos, hogy most már tényleg csak azzal kéne játszania. Elhozhatod volna mondjuk ő is egy Thresh-t. Tehát azért emlékezhetünk rá, hogy nagyon jól tud azzal a karakterrel játszani. Az viszont biztos, hogy nem fogják tiltani ellene, nem ér meg tiltást az a bard. Úgyhogy amíg az bent van, addig valószínűleg Hillisang bardozni fog. Arra gondolsz, hogy esetlegesen olyan hibába eshet most Hillisang, illetve Unicorns of Love, mint amit nem egyszer láttunk már BO5-ös szériákban, illetve kedvenc karaktereknél, hogy nem tudja elengedni valaki azt a választást. Tehát, tökéletesen megfogalmaztad, valahogy így gondoltam, igen. Nekem személyes kedvenc játékosom esett ebben a hibába még tavasszal a Pierce? Nem. Nem, ez. Tehát nekem a Rush ugye egyszer nem tudta elengedni a Kindred a dzsungelbe, és az hát az végzetes volt a Cloud9 számára. Nem is feltétlenül a Cloud9 miatt mondom ezt, hanem hogy
egyszerűen akkor azt a kindredet valahol jegelni kellett volna. Én azt gondolom, hogy Hillsong bárgyával semmiféle probléma nincsen, és az ő kábításai. Az előző mérkőzésen volt a középső ösvényen egy csata, amikor visszavonult a Unicorns of Love, de ha nincsen az a kettős kábítás Hillsongtól, akkor konkrétan valószínűleg leászolja őket a Flash Wolves, és azzal, hogy ő visszafordult, kettős kábítás, és még utána az életét is feláldozta, három ember megmenekült a Unicorns of Love-tól, tehát egyrészt kezdeményezésre, másrészt menekülésre is tökéletesen tudta eddig alkalmazni ezt a karaktert, amivel ismételten egy kifárasztással érkezett. Az idézői varázslatok, vagy képességek teljes mértékben tükör képet mutatnak ezen a mérkőzésen a Flash Wars és a Unicorns of Love részéről. Legalábbis az, hogy persze Move-nál egy villanás, míg Carsten-nál egy gyorsítás van, de hát ezek az úgymond megszokott választások Rex-el, illetve Olaf-nál. Igen, és jó, igazad van, hogy jók ezek a kábítások, meg a sorskeze nagyon fontos, de azért eléggé mobilisak voltak. De nem akarom tovább bántani Bardot, mert Solid meg fog haragudni, az érdekelne inkább, hogy a Rek'Sai fog-e majd Tiamatot venni. Szerintem igen, de hát majd kiderül, hogy mennyire fogja tankosra építeni azt a karaktert. Illetve, hogy Csacsi milyen tárgyakat fog választani. Valamint az alsó ösvénynek a CC-lokja az brutális lesz. Kristálynyilvesző, halálos ítélet, doboz, visszarántás, tehát nyúzás, minden lesz. Ezeken át kell majd vergődnie magát. Move! Négyes szintű, tehát két szint, egy szinttel előtte van mindkét alsó ösvény. Játékosnál Swordartra jó a kábítás, és ott van az első gyilkosság. Veritashoz kerül. Oké, tessék, itt volt. Tökéletesen jó volt maga itt az a kezdeni. Nekem nem is ezzel van a gondom, hanem a játéknak a későbbi szakaszával. Illetve nem nagyon áldozott semmit ezért a Unicorns of Love. Egy kifárasztás ment ki, ami én úgy gondolom, hogy egy teljesen vállalható idézői képesség. Nem villant Move sem a felütésért, igaz, csak egy ember talált el, de bőven elég volt az is. Jó volt a kábítás a falhoz, vagy a falhoz kötése Hillsongnak, és én úgy gondolom, hogy tökéletes emberhez került a gyilkosság, miközben megérkezik Karsza és az Olafjával az alsó ösvényre, hát ha tud még egy kicsit segíteni Double Rednek, akinek nagyon sok minionnal gyűlik meg a baja itt az ösvényen. Sword Art az, aki segít neki a farmolásban, köszönhetően az ő támogató tárgyának, ezt meg is teheti. Hát idézői képességet idézői képességé, mert egyébként elvillan Sword Art. És ez, tök jó, és ez még jobb, ha lehet így mondani. Oh, megindul! Karsza elhasználja a gyorsítását, és Exile-nak is el kell, tehát itt is egy-egy az idézői képesség csere. De azért ennyi elég volt, hogy megjelent az Olaf a középső ösvényen, és már is menekülnie kell. El kellett csúsznia. Ó! Micsoda stratégia volt ez Csacsitól. Hát megakadályozta mindenképpen hazatérését MMD-nek. Igzáj pedig gyönyörű szépen slalomozta ki az érkező húsbárdot, vagy kloffolót, vagy valamit, ami éppen Karszánál volt. És így, hogy nem talált, nem is nagyon lehetett lekövetni azt a támadást, amit Olaf kezdeményezett, Maple pedig nagyon kevés életerővel rendelkezett, így én azt gondolom, hogy azért Exile az 1v2-es szituációból jobban jött ki, bármennyire is ugye el kellett használni a gyorsítását, és volt elég pénze, hogy megvegye az istennő köncsepjét, vagy most az istennő köncsepjét még tudja jelzőkkel kicsit ellátni, majd most haza fog menni. Maple is ugye rendelkezik már ezzel a tárgyal, és szépen vásárolhatnak. Hasonlóan az előző mérkőzéshez viszonylag lassú kezdés, nem rohannak fejjel a falnak, de Move megint csak az alsó ösvényre szeretne jönni rajta jutni, ott viszont van egy őrszem. Hát az pont nem látja most őket. Most már nem, de ez az, nagyon szépen kivárnak. És egyébként nincs is miért kapkodnia a Flash Wolves-nak. Összességében ők vezetnek. Ezen a mérkőzésen egyelőre még nem. És most érkezik Hillsong és Move, egyszer érkeznek az alsó ösvényre. Sword Art a célpont, nagyon jó a kivirágzás, és kábítva is van, megérkezik Karsza, és Move annyi toronylövést evett, hogy ezt már nem tudta kibírni, és Hillsongnak menekülnie kell. Double Red folyamatosan kb. Vagy lassítja őt, és még el is kell alagutaznia. Ez egy nagyon szép szó volt.
De itt szerintem megengedhetem hajnali 3 körül. Szóval túlélte. Legalábbis Hillsong túlélte, Move viszont nem. Szerintem nem realizálta, hogy azért a toronytól mennyi sebzést kapott tőbe. Illetve ugye... Hát ez az, én úgy gondolom, hogy ez lehet, haha. Hát... Ó! A csellengőket elkapta. Mindenképpen is szép volt ugye az ingyen taxi használata is. Sokkal gyorsabban ki tudott így a 4 felvonás hatótávából vándorolni. Double Red, akinek ugye villanása és gyógyítással most nem rendelkezik, hiszen pedig nagyon kevés életerőn van, így bizony haza kell mennie. Vizicsacsi Jaurim öklét vásárolta meg első tárgyaként, amiből feltételezhetjük, hogy a jégkalapás lesz majd az első olyan tárgy, amit megvesz, vagy esetleg csak jelzőket szeretne gyűjteni erre a tárgyra, míg a másik oldalról MMD minden bizonnyal majd a háromság hatalmát szeretné megvásárolni, bár egyébként én már láttam még itt a 6.21-es perc környékén jégkesztyűsek kót is, ami mondjuk már azért talán ritkább, de a fekete pecsét gyűrű mindenképpen az ő ösvény fázisát, illetve sebzését azért megkönnyíti, nézd csak meg, Move-nak el kell használni egy alagutat, pedig ő volt az, aki szeretett volna kicsit ellendzsungázni. Karsza! Tolja már azt a gyorsítást, de ott volt szerencsére már egy lehelyezett alagút, így Move ebből megmenekült. De egyelőre nem áll túl jól, a szénája megpróbálta belopni azt a békát az ellenfél dzsungeléből. De menekülőre kellett fognia, hiszen azonnal érkezett MMD is, és Karsza is. Leadta a drótot. Exile pedig úgy tűnik, hogy egyelőre dominál az ösvényen, és próbálja pókolgatni, kicsit szurkálódni itt a középső ösvényem. És egyben gyűjti a jelzőket természetesen az istennő könycsepére. Maple is hasonlóképpen fog majd tenni. Amire kíváncsi leszek, hogy Move, egyrészt látjuk azt, hogy Bami parazsával kezd, tehát inkább tankosabb tárgyválasztással indul meg a dzsungelbe, tehát nem biztos, hogy Tiamatos. Karszának ugye nincsen gyorsítása, viszont Ragnarökje van! Wow! Exile, és még kimegy egy végső képesség és kivirágzás, talán mellé ment, és így Maple túléli. Viszont az egy szép sebzés volt a Cassiopeiától. Fájt is nagyon. Miközben azért meg kell dicsérni a Flash Wolves középső ösvény játékosát is, hogy nem nézett konkrétan bele Cassiopeia szemébe, így nem történt meg a kővédermesztés. Ez valószínűleg kettőgyilkosság lett volna, hogyha az a kábítás talál X-Zájtól, vagy legalábbis abba szemtől szembe belenéz Maple, utána pedig a villanását és a gyorsítását pont azért kellett elhasználnia, mert jöhetett volna Veritástól bizony még egy lekötés, de ezt nem kockáztatta a Flash Wolves. Midese, így viszont csak egy gyilkosságot hozott el a Unicorns of Love, de ezt az ellenfél dzsungelébe, tehát azért abszolút agresszív hívás volt ez Move és X-Zájtól, és meg is kezdi az első sárkányt a Unicorns of Love dzsungelese, amit minden bizonyal el is fog. Kristálynyilvessző, és a sors keze két emberet talál, gyönyörű, Double Redre az a kábítás, az nincs meg, hiszen nem tud belemenni az alagútba. Jaj, pont belecsúszott volna, de végül is Karsza befejezi. Ez viszont egy sárkányt érte így a Unicorns of Love-nak, hogy egy támogató játékost elvesztettek tulajdonképpen. Három embert viszont lefoglaltak ezzel. Hillsong megmenekült. Maple-nek menekülnie kell, a gyorsítása még nincsen. De azért ugye a viharos lendületnek köszönhetően ő azért... Illetve képességből is tud. Csacsi pedig utána ugrik annak az MMD-nek, akinek rohamosan fogy a HP-ja, időtörés szépen kihasználja, de nagyon kevés életre marad, az ellen a Gnar ellen bizony, most még nem lehet sok mindent tenni. Köszönhetően egyébként, hogy azért már higany léptekkel is rendelkezett Vizicsacsi, tehát nem csak a fizikai sebzése, hanem a májikus sebzés ellen is megvolt már a minimális ellenállása, és lehet, hogy van kalapács, meg egy ragyogás ott MMD-n, de nagyon jól lehetett kezdeni. Épőre érkezik Move villan is azért, hogy fel tudja dobni, és érkezik az a Cassiopeia, X-Dye mindenképpen be akarta fejezni Maple-t, ezért villant is, de megérte, hiszen megvan a gyilkosság, és valószínűleg torony is dőlni fog, ami az első torony lesz, ráadásul a középső ösvényen, úgyhogy ez mondhatni duplán sokat fog érni
És ez egy abszolút jó kezdés, hogyha az első 12 percet nézem a Unicorns of Rav részéről. Itt van Swordart, illetve Double Red, de nem fogják tudni már megmenteni ezt a tornyot. Ahogy mondtad, az első torony így dől a Unicorns of Love-nál, Veritas pedig az alsó ösvényen marad egyedül, neki farmolnia mindenféleképpen kell, és ők is elkezdik osztogatni a gyilkosságot, pontosabban elosztogatni. Van már 2 X-nál, ez az ő agresszív játékát, illetve a Cassiopeia-t, amit egyébként pont láthat, hogy az MVP cím megkapásakor egy 5 emberes vagy 4 emberes ultit lőtt ki a tegnapi nap folyamán. Tehát nem véletlen az, hogy a Unicorns of Love mindese kapta meg ezt a díjat, miközben most egy kék erősítéssel gazdagodik, Vizicsacsi pedig dűpontjai maximálisra érése után átváltozik, egy kicsit belefejel abba. Hát igen, az a kérdés, hogy nem tudom ilyenkor mennyi mennyire sérül? Mennyire sérül pontosan a pici, a Megagnárnak a kis koponyája, vagy a... Hát azért változik valószínűleg vissza, mert... Ja, értem. és úgy összemegy az agya, hogy közben Double Redre jó a kivirágzás. És... érkezhet Karsa, vagy legalábbis ott van a középső ösvény közelében. Xyle pedig egy kék erősítéssel rendelkezik, úgyhogy ő nem sajnálja a manát a képességeire. Sword Art próbálkozik a kivirágzás mellé ezúttal Double Redre. Karsa pedig úgy tűnik, hogy egy sutyerákért folytatott harcot nyert meg Move-val szemben. Aki egyébként ott hagyja az alsó ösvényt. Jó helyen vannak a gyilkosságok, MMD közben el kell használni a bizony a végső képességét, mert Csacsinak jó volt a falhoz lökése. A gnár képességgel, ugye? Úgy van. Ugye, mert nagy bet, tehát, hogy nagy betűvel van, ezért az ugye ordít. Hát a capstock. Abszolút. És pont visszaalakult, és az alaptámadásaival. Eléggé könnyedén elhozta. És azt akartam mondani éppen, hogy ismét a Unicorns of Love-nál jó helyen vannak a gyilkosságok. Tehát a középsősvényesnél, a lövésznél, felsősvényesnél ezt kellene erőltetni, vagy hát nem is erőltetni, hanem ezt kell elérni minden egyes csapatküzdelemben. Mert azt hiszem az előző mérkőzésen nem feltétlenül volt ez így. Míg a másik oldalon ugye a dzsungelesnél van az a két gyilkosság, mondjuk az egy Olaf. Hát azért ez fájni fog. Ezzel egyetértek, Vizicsacsi az, aki nagyon okosan előbb a tornyot dönti le, majd utána fordul MMD-re, ténylegesen egy vagy két alaptámadás kellett már csak Unicorns of Love második bedöntött tornyához, és ezzel már 4000 fölé megy az arany előnye. Exile az, aki én úgy gondolom, hogy egy egész jó kis választást hozott magának, mármint, hogy egy tárgyválasztást. Egyrészt az első nyelvesszőket könnyedén le tudja majd szedni azzal a higanysejemövvel, másrészt ott van Echo-nak is a kábítása, a harmadrészt, hogyha egy V1-es szituációba kerülne Maple-lel, akkor lehet, hogy nem nagyon szeretne olyan túl sokáig a runa börtönbe állni, tehát én azt mondom, hogy megért. De főleg úgy, hogy ő mennyire agresszívan fog játszani ezzel a Cassiopeiával, igenis menni fog előre, és mindenkinek a szemébe szeretne nézni az ő kővé dermesztéseivel, innentől kezdve valahogy vissza is kell jutni, és hogyha éppenséggel nem elérhető a gyorsítás, akkor ez bizony nehéz lesz, és rá is parkol egy őrszemre, hogy megmutassa, hogy itt vagyok, gyertek csak, de van menekülési képességem, és ahogy pár perccel ezelőtt mondtuk és sejthettük, Vizicsacsi bizony a jégkalapáccsal kezdett, eztán jöhet majd a fekete hasítóbárd, amiből a kalapács már meg is van. Karsza! Uha! Hát azért annyira nem fájt neki. Viszont ugye Exile gyorsítást hozott, nem megtisztulást, és ez jó döntés volt értelemszerűen. Hiszen Cassiopeiának nem kell cipőt venni, így tulajdonképpen van egy hely pluszba neki, úgyhogy oda nyugodtan veheti azt a higanysejemövet, és jó is lesz ez ellen a sok tömegirányító képességgel rendelkező csapat ellen. Úgyhogy a Szőpályának mindenképpen érdemes gyorsítást hozni. Ó, közben nem lemaradtunk róla, hogy egy jó két emberes sorskeze majd egy rossz
Halálos ítélet, Hillisangra jó a kristálynyilvessző, Move ott van, kicsit próbálja tankolni, de Karsza eltökélten üti azt a Hillisangot, aki még mindig túléli, és az alagúttal elmegy, közben Vizicsocsi megérkezik, három embert visszalök, el kell villannia, MMD-nak kevés az életerje, még a végső képességét is el kell használnia, Swordát ott lassítani lehet, ő is megvan, eddig 2-0-ás a csere, közben hátul Csacsi meghal Maple által, de double lift is meghal, és ezzel double killt adva Veritasnak. 3-1-es csere, sőt 4-1-es csere a Unicorns of Love javára. Én azt szeretném egyébként megnézni, remélem, hogy a visszajátszás majd Karszát fogja mutatni, aki utána ugrott annak a bárdnak, miközben tökéletesen tudhatta azt, hogy valószínűleg a torony alá fog érkezni, és egyszerűen visszafordulván valószínűleg egy kábítással és a torony sebzéssel egyszerűen el lehetett tüntetni, és ez volt az első gyilkosság a Unicorns of Love-nak. Nagyon szépen érkezett Csacsi a teleporttal, sokkal hamarabb kezdte el ezt a képességet használni, mint MMD, mint MMD, ez már majdnem ilyen repeleus. És ugye mivel Magagnár formában volt, ezért tökéletesen tudott például pozícionálni, visszáblökni úgy az embereket, hogy Veritas majd kinyithassa szépen azt a négy felvonást, és onnantól kezdve megjöjjön a sebzés. Egy kicsit most későn reagált a Flash Wolves, azt kell, hogy mondjam. Bármennyire is nem volt jó a második kábítás már Hillisangra, amiközben megnézhetjük, hogy mi is történt, de ez már ugye sors keze után van Hillisangra, jó, a végső képesség estől, utána a nyúzás és a doboznak a lassítása tökéletesen jó, ezért el is kell villanni a Hillisangnak, de ott volt még egy kis gyógyító erő, és Karsza mit csinál? Beugrik, és Veritas az, aki nagyon szépen segíti meg támogató játékosát, MMD ugyan még elhasználja a végső képességét, de ez már őt nem menti meg, Vizicsacsi pedig, hát... Igen, ott hátul minimális kisigrár formában ugyan meghalt Maple által, de ez több gyilkosságot adott a Unicorns of Love-nak. Mi az, hogy több gyilkosságot? Még egy tornyot is, így 3-0 a toronyállás, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Unicorns of Love a 20. perchez közeledvén, a 19. percben minden szinten vezetni képes. Nem csak aranyban, célpontokban, gyilkosságokban, farmokban. Ezt az előnyt, én úgy gondolom, főleg ilyen gólok után mindenkiben meg, valószínűleg a Move-ban is egy picit megállt az ütő, ezért nem kattintott tovább, tehát megállt és elszállt mellette a nyilvessző. Elszállt az ihlet. Az aztán meg végképp az most a Flash Wolves-tól szállt el. Ez egy jó kezdeményezés lett volna, de végül ez nem jött össze. Tehát mindenben vezetni képes a Unicorns of Love, és ezt az előnyt kell valahogy most úgy győzelem még kovácsolni, hogy a Flash Wolves-nak ne legyen esélye visszatérni a mérkőzésbe, amiben a 20. perc után én úgy gondolom, hogy könnyedén vissza tud térni. Egyrészt Maple, aki most... Maple egy jó adagsebzést megesz Exile-tól. Hát igen. 4-0-2 az a Cassiopeia. Kék erősítéssel immárom. És beleállt, igen, pontosan, tehát hogy ezért nem volt teljes mértékben, tehát hogy akkor is meg lett volna a gyilkosság, én úgy gondolom, hogyha nem használja el azt a sejemüvet, mert már bőven ott pörgött a mérgezés Maple-ön, de így volt a tuti, így volt a Hodziher, és azt kell, hogy mondjam, hogy XL rettentő agresszív, őt most nem lehet megfogni ezen a mérkőzésen, vagy legalábbis nem volt büntetve. Nem nagyon érkeztek rá sikeres rajtaütések Karszától. És valahol azt érzem, hogy ez az Olaf, ez bármennyire is ott van két gyilkosság Olafon, nem feltétlen Karsza stílusa. Én azt érzem, hogy egy ilyen vegyük el kényszer választás, vagy egy igen, tehát hogy nem én tényleg nem érzem azt a fajta játékstílust, vagy azt a húha, mi ez? Ilyen, az a flow lesz. Tehát, hogy ilyen, nem megy olyan gördülékenyen ez az Olaf, mint például, hogy a Nidali volt az előbb. Jöttek a gyárdák, jöttek, mentek, ugrottak előre. Ez valahogy most nekem kicsit döcög, ha lehet így mondani, ez az Olaf. Így megy, és oké, van Ragnarököm, és akkor megyek előre, és a switch-ek, vagy azok ilyen hang. Szerintem igen. Szerintem az. Hát akkor lehet, hogy ezért nem megy ez az Olaf, mert nem hall semmit Karsza. Tehát, hogy akkor mondjuk megértem, tehát, hogy akkor nincsen féle semmiféle probléma, hogy most figyelj, megyek utána, gyertek utána.
gyertek, mondom, utánam! Tehát, hogy, de ez inkább mikrofon volt, semmint hang, szóval lehet, hogy nem tudod kommunikálni a csapattal. Hát lehet. Megnézi, hogy működik-e a baltadobás, és működik, vagy malaccomb, vagy mit olvastam az előbb itt az emberektől. Működik, fölvette, aztán mehet tovább az egész, tehát... Vagy csak azért volt szünet, mert nem volt, mert az előző szünet az azért volt, mert nem volt még szünet ezen a mérkőzésen. És nehogy már ne legyen olyan. Hát igen, az mondjuk elég gáz lenne egy olyan mérkőzés, hogy ne lenne szünet. És Double Red lefarmolja az alsó esvényt. Igen, rájöttem. Annyira számra jött ez a, az a kettős felvonó Double Lift, hogy persze, inkább hát... Hát ő az LMS régiójának Double Liftje. Vagy szeretne lenni, vagy lesz. Vagy, tehát, hogy ő még egy újonc, vagy fiatal, vagy hogy is mondjam. Igen, tehát, hogy hát a Flash Wolf részéről mindenképpen. Tehát azért, és viszonylag egy, én úgy gondolom, hogy egy nagy nevet kell neki pótolnia azért NL. Névben már megpróbálkozott vele. Egyrészt már nem csak Double Liftre gondolok, hanem ugye értem, a Flash Wolf régi lövészére. Közben itt a 22. percben már a Nashor is egy olyan célpont lehet, ami iránt ki lehet majd mozdulni. És Move-nak eddig én úgy gondolom, hogy a Rek'Sai választásra bejött, nem véletlen hozta el ezt a hőst. Jók voltak a kezdeményezései, nem mindig kellett például a villanását elhasználni ahhoz, hogy felüssön valakit, és azért, ha több embert képes ezzel a CC-vel illetni, akkor azért arra lekövetés bőven jöhet. Ott van X-Zai, ott van Veritas, ott van Csacsi, ott van egy Hillisang kábítás. Tehát, hogyha ezeket csapatszinten és kommunikációs szinten jól megoldja a Unicorns of Love, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Flash Wolvesnak igenis fel kell kötni a gatyát ezen a mérkőzésen, mert egyre jobban és jobban húz el a Unicorns of Love tényleg mindenfajta számisztikában és statisztikában. Én az előző mérkőzésen alatt írtam be a chatre, hogy két szünetet néha megszakít egy mérkőzés, pár perces mérkőzés. Hát most megint így vagyunk, hogy körülbelül egy perc meccs, egy perc szünet. Azon gondolkodok közben, hogy ezzel az Olaffal tényleg nem olyan magabiztos Karsza, de miért nem, de Nidalee nem volt tiltólistán, és nem értem, hogy akkor miért, nem... Mert nincs igazából ilyen... Ez viszont egy kis sunyi baronnasor kezdeményezés. Két emberes. Hát ugye X-Zai fölér egy lövésznek a gyorsaságával, sebzésével, bőven főleg a méregfogaknak köszönhetően, illetve azért neki van már most bőven manája. Jön az éles segítség. Hopp, lebuktak, de az a kérdés, hogy a baronnasor megvan. Menekülni lehet-e? Hát és Karsza elhasználja a Ragnarököt, majd kijön. Nem volt már ideje, vagy kicsit későn érkezett meg. De Move-ra ki lehetett volna lépni. Kész. Úgy igazából tudod, mi volt a legrosszabb, mint most láttam? A szünet felül. Igen, de közben Hillisang arca. Aha. Ez a... Igen. Nem tudok bulgárul káromkodni, de van egy ismerősöm, aki szlavisztika szakos és bulgár a főszakja. Majd megkérdezem, hogy biztos, hogy valami ilyesmit mondhatod. Legalább akkor majd tudsz szájról olvasni. Igen. Nem, mint hogy magának lehet, hogy káromkodik ott. De hogy ez rettentő zavaró lehet. Csacsi sem boldog ettől a folyamatos játék megállítástól, és ez ténylegesen egy olyan olyan külső tényező, hogy nem a, tehát hogy vagy akár te kéred az időt, akár az ellenfél csapat kéri az időt, valami baj van, tehát valami nekik nem jó, amire azt mondják, hogy álljon meg a menet, ez nekem így nem kényelmes. És ezt viszont nem lehet a másik csapatra rá tukmálni, hogy bezzeg a Flash Wolf kérte az időt, és akkor nem az időt. Az lenne a szép, hogy itt lenne számszerű időkérés, amit kettőt lehet kérni. Igen, csak hogyha meg mondjuk ténylegesen van valami olyan technikai probléma, hogy nem hallasz valamit, akkor és hoppá, mi van, kikérted a két időt. Persze, az nem... Hopp. Az mondjuk nem gyenge, hogy valaki kifagyott. Wow, hát az... Nem hoztuk el a baron? Én nem folytatom. Hát viccen kívül... Nem, egyébként ott valamit a géppel matadtak, úgyhogy lehet, hogy egy gép újraindítás történt. Az is lehet, de hogy... Na hát ez van. Hát 30 percig még lehet, aztán utána jöhet az újrajátszás. Igen, ott a...
Igen, ott Karsza és Maple között Google egy... De szerintem az Karszának a gépe. Gyuri ember. Igen, ő az, aki egy picit kijebb van húzódva. Hát, hogyha neki vannak ilyen problémái... Az előbb is neki volt, azt hiszem. Na, jönnek mára. Nem egyelőre, mint csak a beszélgetés indult el, tehát mármint, hogy az információs szobában, hogy hát igen, jó, sok a szünet. Hát igen, ez a meglepetés taktika. Így próbálják törtelni a játékot? Az mondja. De nem, tehát hogy ez annyira rossz, mert ténylegesen, hogyha valami nem úgy működik, ha valami nem jó, akkor egyrészt ez egy döntő, másrészt meg mindenki kikérné az időt. Tehát, hogy te is kikérjed az időt, és ez szerintem nem csak az elektronikus sportban, vagy nem csak a League of Legends-ban, hanem egyéb más e-sportokban is. Egyszerűen azt kell mondani, hogy nem jó az egerem, nem tudom, csében, nem úgy húz az egerem, nem értek hozzá, tehát nem akarok ezzel. Akkor hát, még jó, hogy azt mondom, hogy idő, gyerekek, mert hát ez fontos. Ha most ez egy sport, akkor nekik ez az eszköz, amivel sportolnak, és hogyha mondjuk egy sportolónak nem jó a cipője, vagy mint egy teniszbe egy ütő, akkor nyilván le kell cserélni, meg kell állítani a játékot, de az orvosolni kell azt a problémát. Na most ugyanez van egy e-sportnál. Ez így van. Hogy ha nem jó az az eszköz, amivel te sportolsz, játszol, akkor azt meg kell oldani, mert az elrontja az élményt, nem tudsz maximálisan teljesíteni. De remélhetőleg. Na. Tehát, hogy igazából ezzel az a baj, hogy... Tehát, hogy... Megint más, amikor van egy fél órás szünet, mert tényleg van valami iszonyat probléma, vagy egy ilyen 10 perces szünet, meg az, hogy konkrétan ki percenként 15 másodperc. Hát ez rettentő zavaró lehet, benne vagy egy ritmusban, benne vagy egy olyan áramban, hogy igenis, megyünk tovább, és fú, és de jó, elhoztuk a barondasort, fú, de jó, na akkor megyünk merre, meg volt már a hívás, felsősvény, menjen föl, csacsi, alsősvény, menjen le, még 2-3 ember, és... Ja, és megint szünet. Jó, oké, akkor beszélgessünk. Tehát, hogy ez rettentően frusztráló és idegesítő. A Flash Wolfnak valószínűleg ugyanígy ilyen idegesítő, hogy gyerekek, valami nem működik, miközben Move-ra jó a halálos ítélet. És a párhuzamos valóságban pont ki tudott jönni. Úgyhogy Move-ra nem jó a kábítás. Azért egy kis életerő, egy kis minimális pajzsot kapott azzal az Echo-val MMD. Csacsi pedig rendületlenül tolja előre azt a felsősvényt, és mindjárt a második számú tornyot fogja tolni. De érkezik a Ryze végső képesség, és 5 emberrel ott van a Flash Wolves. Csacsi, hát barátom, ez most nem ez úgy jött össze. Pont Karszára, aki azért egy eléggé tankos. Viszont Ixel nagyon okosan csinálta, hogy az alsó ösvény és a középső ösvény is hozott tornyot a Unicorns of Love, úgyhogy tulajdonképpen abszolút megérte. Veritasnak a végső képessége arra ment ki, hogy ne tudjanak időben se hazatérni, se felmozogni a középső ösvényre a Flash Wolves játékosai. Így Ixel elhozott másfél tornyot körülbelül, tehát egy kettes szintű, illetve... Ugye ott az inhibitort védőtornyot, és a középső ösvényen is el lehetett hozni egy kettes szintű tornyot. Eddig így 5-0-ra módosította ezzel a Unicorns of Love egy gyilkosságért cserébe. Hát vagy talán kettőért. MMD itt van, Exile kábítva, sebezve, Higgins Remove kijön. De halott, de 4 emberrel ment rá a Flash Wolves. Azért, hogy megöljék azt az egy szerencsétlen Cassiopeiát. Oké, meg kellett már állítani. Egyrészt ez most egy szép fejpénz volt, így már csak Veritas maradt eddig halhatatlan, vagy nulla... Talpon, igen, a Unicorns of Love-ból, viszont nem elég, hogy 4 ember kellett azt, hogy megöljék Exile-t, hanem még egy teleport is MMD-től. Ami azt jelenti, hogy most teleport előnyben van a Unicorns of Love, így Vizicsacsi nyugodtan mehet például egyedül. Double Redre jó a kábítás, és fölrobban! Az az S, mert érkezett az a Jean kis bomba, ami végig pattogott, és az utolsó pattanással kinyomta azt az S-t. És ezzel emberelőnyben a Unicorns of Love, hát igazából most fog érkezni. Exile azzal a Cassiopeiával. Baronnasor erősítés még van a srácokon. Tehát legalábbis eddig már nincsen rajtuk. Szóval torony így nehezebben fog dőlni.
Swordart pedig kapja, kapja a kábításokat, közben két emberre jó, MMD-nek a kábítása és Karsa az, aki befejezi Hillisungot, de hát egy támogató játékost vesztett a Unicorns of Love. Persze az se a legkellemesebb, viszont Swordart... És MMD is éppen, hogy csak el tudott menekülni. Ezek pedig jóformán a mindent látó őrszemek takarítása. A játék második sárkányát pedig Veritas és Move párosa fogja elhozni. Ez bónusz gyógyítás és bónusz... Van Maple-nek végső képesség, és kérte a segítséget, és hárman oda is mentek. De eléggé kockázatos lett volna egy olyan move-val szemben, akinél van egy higany léptek, van nála még egy bónusz kísértett kámzsa, és azért túl sok varázs átütése Maple-nek még nincsen. Ő azért eléggé hátráltatva volt a játék eddigi szakaszáig, néz meg Ixel is egyébként, illetve ő is rendelkezik ugyan a Seraph-val, de Csacsi az, aki egy kettős ugrással elindul, kicsit lassítja MMD-t, aki pedig még nem elég tankos, tehát neki még az első tankos tárgya nem készült ugyan el, most már azért pénze van arra, úgyhogy ezzel be fog vásárolni, pontosan a holtak vértjét választotta magának, és köszönhetően annak, hogy most egy-két gyilkossággal, illetve támogatással rendelkezett és nem halt, meg azért már a fekete pecsétel is van egy-két gyűrű, az utolsó kettes szintű torony pedig, a fekete pecsét gyűrű van egy-két jelző, tehát az utolsó kettes szintű torony is bedől a Unicorns of Love részéről. 6-0, de nem döntött még tornyot a Flash Wolves. Oh, három emberes sors keze, és Move fel is dobja azt a három embert, még egy Cassiopeia végső képesség, és jön Sword Art, belehal a Cassiopeia méregbe, Move-nak ki kéne jönnie, de nem sikerül, 2-1-es a csere, mert közben Csacsi hát megöli Karsa, Double Red pedig meghal, mert a halál négy felvonásból a negyedik elkapja MMD falhoz van lökve, kettős gyilkosság, Maple is meghal, Csacsi fejezi be, ász, és mindezért csak egy dzsungelest áldozott be a Unicorns of Love. Jól állnak, és ez egy jó csapat küzdelem volt. És konkrétan ez egy, ugye Move halt meg egyedül, de attól függetlenül simán leászolták a Flash Wolves. Hillisung szép kezdeményezése után jöhetett mindenki sebzése, és Ixel nagyon sokáig kivert egyébként a sejemövel használásával, pont azért, hogy ha még odafordulna Maple, ne tudja például őt megölni. Megelégednek a felső ösvényen elhozott inhibitorral, illetve inhibitort védő toronnyal, ezzel már ugye 7-0-ra módosították a toronyjára, és nézzük meg, mi történt. Move-ra jön a kezdeményezés, ez nem biztos, hogy a legjobb, viszont utána jön a válasz kezdeményezés, szép a bárdulti, illetve utána Move felütése, Karsa pedig nem nagyon tud mit csinálni, bármennyire is tankos, ki van kergetve, Maple pedig áll egy darabig, majd utána ugye nem akar belemenni Ixel-nak a méreg kis robbanó mérgébe, de így viszont a saját lövészét küldi a halálba, őt pedig le lehet vadászni. Él a baronna sor, pont ezért arra a környékre kezd el fordulni. Egyrészt ugye ott van egy Ixel, másrészt ott van egy Veritas, aki hogyha kritikus... Teleport érkezik MMD-től. Várja, és ott van a kritikus lövés Veritasnál. Oh, ez fél életelő volt! És most azt mondja, a Unicorns of Love, hogy menjünk! Csacsi a fal, vagy hát a levegőben lett. És közben két ember meg is hal a Flash Wolves-tól. Kettős gyilkosság van Csacsin, hiszen az Double Red is és Sword Art is meghal. Maple és Karsa pedig mehet haza. Baronasort nem hoz a Unicorns of Love, viszont öt emberrel mehet. És lehet, hogy ez a mérkőzésébe fog kerülni a Flash Wolves-nak. Minionok még azért nincsenek, de Move elég tankos, hogy legalább egy tornyot kitankolja. Most érkeznek meg a minionok. Az első torony már fél életerőn. Csacsinak elég kevés életereje van. Dűpontokat azért szerzi, próbál csatát kezdeményezni, amikor Zavab Népől falhoz van vágva, hogy legalábbis oda van kötve. Kivirágzási órá, Ixel megérkezik, meghal az a Maple. Karsanak el kell használni a Ragnarököt, hogy egyáltalán be tudjon futni a bázisra, és a Unicorns of Love ebben a pillanatban egyenlít a BO5-ös szériában. És úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelten ezt a mérkőzést az elejétől a végéig uralni tudta a Unicorns of Love. Jól választottak egyrészt hősöket,
És azzal, hogy Move jól tudta segíteni az alsó ösvényt egy-egy gyilkossággal, és egy-egy érkezéssel, és nem csak az alsó ösvényt, hanem egyébként a középső ösvényt is, meg lehetett indítani X-Zájnak a Cassiopeiáját. Hát ez borzalom volt, amit ezzel a hőssel művel. Tehát jó? Abszolút, de hogy a Flash Wolf részéről meg szerintem fejfájósan volt borzalmas. Fájt a foguk, ugye a méreg foguk. Hát nem volt szerintem már foguk, mert azt is kivette. Tehát, hogy X-Zel oda ment, azt mondta, hogy van neked fogad? Kitépte, megmérgezte, és visszadobta neki. Körülbelül. Tehát, hát, vagy legalábbis Maple, én úgy gondolom, hogy nem, tehát láttad, hogy elfordult egyébként abból a részből, ahol tehát, hogy legalábbis a négy felvonásnak az egyik lövéséből, hát miért fordult, mert odaérkezett volna ugye X-Zájnak a méreg robbanása. Imádom azt a szőke kislányt, aki ilyen szívecskéket mutat. Ott volt egy Draven Luffy-kból. Hát, jó, de... Hihetetlenek az amerikai nézők. Milyen kreatívak, és oda mennek. Ott látják, hogy megnézzük, képernyőben vagyok, akkor hello. Na igen. Tehát, hogy egyszerűen egyrészt Move azzal, hogy elhozott egy magabiztos Rek'Sai-t, nem volt vele semmiféle probléma, abszolút jól tudta kihasználni. Jók voltak a felütések, jók voltak az érkezések, és ténylegesen meg tudott indítani két ösvényt. Két ösvényt igazából... X-Move-nak köszönhetően lehetett megindítani. Ugye itt van az első visszajátszás, ahol Sword Art az, aki hát még igazából visszanyúz, de ő volt az első, aki meghalt. Vizicsacsi pedig, tehát Csacsinak nem kellett Move segítsége, ő tökéletesen jól el volt Echo-val a felső ösvényen, miután már megvolt a bónusz lassítása, Echo igazából olyan túlságosan közel sem nagyon tudott kerülni hozzá, volt már bőven neki szellemarca, illetve nem szellemarca, hanem higany lépteke. És itt van az, hogy például meg lehet indítani X-Zájt, tehát hogy pont az, amit beszéltünk, hogy ha két ösvényt már megnyert, sőt igazából hármat nyert meg a Unicorns of Light, minden ösvényen képesek voltak dominálni és megnyerni. Move-nak köszönhetően a középső és az alsó ösvényen, Csacsinak köszönhetően pedig 1v1-ben a felső ösvényen. Az egy magabiztos felső ösvény volt. Nem nagyon kellett segíteni. Nem emlékszem, hogy Move volt volna a felső ösvényen. Alapvetően azt gondolom, hogy a Unicorns of Love lépés előnyben volt mindig. Innentől kezdve a Flash Wolves például Karszával egyetemben nem játszhatta azt a játékot, amit Karsza szeret, hogy agresszívan indulok és rajta ütök, hanem egyszerűen valahol le kellett követni azokat a mozgásokat, hogy ha-ha-ha, itt volt Move, atya úristen, hát mi történt? Ja, akkor megyek oda, hát ha tudok ott segíteni, lásd alsó ösvényes rajtaütés, amiből megint csak kvázi rosszabbul jött ki a Flash Wolves, amikor még ugye utána csúszdázott Hillisangnak, azaz Olaf. Hát azt mondom, hogy ez egy nagyon szép játék volt a Unicorns of Love-tól, de minden szinten ugye abszolút tudták uralni ezt a játékot. Hát nem nagyon tudta a Flash Wolves, hát egyrészt kihasználni a választásait, hogy arra gondolsz? Igen, ott az úri ember, megmutatom, őre gondolsz. Ez integet is pont, amikor mutatott. Hát ennyi. El is váltottak róla. Egyébként az Echo-val meggyűlt Csacsinak a baja, amikor kerenezett. Nem csak ezen a mérkőzésen, hanem még a TSM ellen is. Tehát azért volt egy jobb első fázisa, aztán utána a középső fázisban, meg a vége fele már azért annyira nem ment könnyen a cserebere, viszont Gnárral abszolút, az jó választás volt Echo ellen, úgy gondolom. Abszolút, tényleg annyira trollok ezek az emberek, hogy az egy dolog, hogy kiírod ezt, hogy szeretes Jokszot, és akkor ott Jokszt mellett, meg ilyenek, meg nem tudom. Nem tudom. Tehát mindenkit lehet szeretni. De jó fejek, hogy adnak ilyen papírt. Persze, mind a Unicorns of Love-ot is lehet szeretni, és még a Flash Wolves-ot is. Ugyanis egy-egyre áll eddig a mérkőzés, BO5-ös szériában vagyunk, egy-egy meccset el tudtak hozni. Az első meccs, úgy gondolom, nehezebb volt mindkét csapat számára, míg ez a második mérkőzés köszönhetően annak, amit az előbb mi is kiemeltünk, hogy minden ösvényen meg tudott indulni a Unicorns of Love, minden célpontra, mind sárkányra, mind tornyokra, mind pedig például akár a rálátásokra, tehát hogy nagyon jól tudták kiörszemezni az ellenfél dzsungelét, tehát a mozgásokat tökéletesen látták. Jól tudott odafigyelni a Unicorns of Love,
és nagyon remélem, hogy a Flash Wolfsnak nem volt semmiféle olyan technikai problémája, ami a játékát befolyásolta volna, mert az nagyon rossz, az olyan rossz szájízzel, tehát hogy az még azt el is tudom képzelni, még a de nézd, meg most is dolgoznak rajta. Igen, ott valami nem százas. Tehát BO5, 3 darab győzelemig tart az a mérkőzés, tehát most még mindkét csapatnak 2 darab meccset meg kell nyerni. Simán lehet, én azt gondolom, srácok, hogy itt most 4 óra van, ugye hát ez még ugye 3 meccs maximálisan. Reggel 7-8, hát ki tudja, hát ennyi szünettel és reggel munkában van, dolog, kávé, vagy iskola, pontosabban iskola, hát ugye. Pontosan. Kinek hogy. Tehát, mi itt leszünk, az biztos. Azt tuti. 1-1. Szerintem ez egy jó játék volt a Unicorns of Love-tól. És sok fog múlni azon, hogy mi lesz a következő mérkőzésen. Mert az előző mérkőzés az 50 perces, vagy az első mérkőzés az 50 perces volt, és eléggé nyögvenyelős. Ezt én úgy érzem, hogy kicsit gördülékenyebben megy, és kíváncsi vagyok, hogy ez most, hogy azért ment így, mert a Unicorns of Love most elkapta a fonalat, mert ugye az első mérkőzések tudjuk, hogy náluk azért annyira nem működnek, tehát azért főleg inkább kikapnak, és lehet, hogy most elkapják a fonalat, yep. De lehet az is, hogy a Flash Wolves csak így most rosszul választott, vagy nem tudom. Igen, én azt mondom, hogy Carson ne vigyen Olafot. Lehet, hogy ténylegesen volt valami probléma, valami technikai, amiről ő nem tehet. De nekem ez az Olaf játék nem feltétlen tetszett. Tehát, hogy ha már most így hasonlítgatnám, akkor mondjuk a Meben mondjuk Funskynak az Olafja sokkal kircsibb volt, mert ő ment előre, bent bele, ment a csatákra. Garza ugye ma játszott 2 mérkőzést, az egyiken nidalizott, mármint, hogy még amint nem a Unicorns of Love ellen, tehát az egyiken nidalizott, iszonyat full a pénidali, iszonyat sebzésekkel és gyógyításokkal. Hát ez marha vicces, ez mi? Nem láttad tegnap? Nem, hát... Ja, nem volt elég. Hát... Jó, de ez volt a izé? Aha, hogy úgy kell játszanod, hogy közben megy alattad a kanapé. De jó. Bocsánat. Tehát, hogy... Tehát egyrészt, hogy a Nidalija abszolút jó volt, illetve a második mérkőzésen a Longzhu Gaming ellen Lee színezett, ami szintén egy olyan agresszív ős, akivel lehet indulni, bemenni a buliba, ahogy Pierce mondaná, ha a Lee Sin-Q betalál, akkor bizony be kell menni. Tehát... Érdekes dolgok történnek itt a reklámokban. Jó. Tehát lehet, hogy akkor azt mondom, hogy visszaadjuk majd a szót is, odaadjuk majd a szót a szünetnek, úgyhogy mi elmegyünk egy picit felfrissülni, de jó, egyébként kék lett az a Timo gomba, most nézem, ugye ezért miatt a zöld háttér miatt a zöld része a Timo gombának, ami itt van előttünk, az kék lett. Az már robbani készül, úgyhogy. Hát vagy ez egy ilyen, ez egy Timo gomba skin, vagy mi az, kinézet, gomba kinézet. Szünet, jó? Mármint, hogy igen, nem tudom sehogy se átadni a szót. Nem sokára jövünk vissza a harmadik mérkőzéssel, 1-1 az állás, BO5, döntő Oakland, Intel Extreme Masters, Unicorns of Love vs. Flash Wolves. Sziasztok! Sziasztok!